Kötnek sok szép régi szerelmet. Igazi desszert ebéd után egy kis pletyka és marcipán. Szerelmes fél órák, csodás-e kávéház. Igazi desszert ebéd után egy kis pletyka és marcipán. Ha flörtölsz, jól vigyázz, hiszen ez itt egy kávéház. Akármi történhet, ha csak tehetem, meglesem, s kész a történet. Ám egy úrinő nem beszélhet, hihető nem tehet, így csak szűk körben mesélek néhány pikáns részletet. Igazi desszert ebéd után egy kis pletyka és marcipán. Szerelmes fél órán, csodás-e kávéház. Igazi desszert ebéd után egy kis pletyka és marcipán. Ha flörtölsz, jól vigyázz, hiszen ez itt egy kávéház. És még valami más. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy ilyen szép szemmel eljöttek a legújabb kávéházi estünkre, amikor a témánk Ady Endre, pontosabban Ady Endre szerelmei. Azt hiszem, hogy Ady Endréről nagyon sok mindent tudunk. Mindenki ismeri Ady Endrét. Nemrégen csináltam pont az Ady est miatt egy felmérést a mai 15-16 éves korosztály között, és kérdeztem őket, hogy mondják el Magyarország három legismertebb költőjét, és Ady Endre mindegyikben benne volt. József Attila, Ady Endre, és vagy Petőfi Sándor, vagy még Radnóti Miklós. Beszélgető társam Gálné dr. Merva Mária. Köszönöm, hogy eljöttél, Mária. Segítőtársaim természetesen Buka Enikő, Tóth Emese, és a zongoránál Fodor László. És akkor vágjunk bele. Ady Endréről azt hiszem, hogy ha megkérdezzük, hogy Ady Endre szerelmei, akkor két hölgyet biztosan mindenki ismer, az egyik ugye Léda, a másik pedig Csinszka. Természetesen azért Ady Endrének ennél egy kicsit bővebb szerelmi élete volt. Nem két hölgyre szorult le, ezt majd meg fogják tudni, meg fogják ismerni. De beszéljünk egy kicsit először a Léda előtti életéről Ady Endrének. Ki volt ő, honnan jött, hogyan lett költő? Hát azt hiszem, hogy Ady Endrét mindenki ismeri, már az általános iskolában tanuljuk, ugye a kötelező tananyag közé tartozik. Hát a teljesen közismert tényeket talán nem kell felsorolni, hogy Érmincenten született 1877-ben, Nagy Károlyban járt iskolába, talán kevésbé ismert, hogy Jászi Oszkár is iskolatársa volt, tehát onnan ismerte később fontos szerepet játszó politikust. Majd édesapja kívánságára Debrecenbe ment jogot tanulni, de igazából ehhez nem nagyon fült a foga, néhány szemesztert hallgatott, és utána újságíró lett, és Nagyváradon volt újságíró igazából, amikor ugye Lédával megismerkedett, de kevésbé tudjuk, 1906-ban jelent meg az Új versek című kötete, és igazából ugye Ady Endrét onnantól kezdve jegyezzük igazi költőként, mert ez volt a legfontosabb első kötete. De kevésbé tudjuk, hogy előtte már két verses kötete jelent meg, 1899-ben Versek címmel, és 1903-ban, amikor Lédával megismerkedett abban az évben, Még egyszer címmel jelent meg
verses kötete, amelyek teljesen jelentéktelenek, visszhangtalanok maradtak a korabeli almanak, líra darabjaitól, szinte semmiben nem különböznek, úgyhogy valóban nagyon fontos volt Léda hatása, azt mondhatjuk, és mindaz, amit ez a szerelem kiváltott az ő költészetében is. Tehát 1903-ban ismerkedik meg Lédával, amikor ő Nagyváradon 26 éves fiatal újságíró, Léda pedig 31 éves fiatalasszony, aki Párizsból jön haza Nagyváradra, ugye nagyváradi születésű, a Brühl család ott lakott, és onnan indult el Léda, Diósi Ödön volt a férje. Picit menjünk vissza Léda életére, jó? Tehát Léda, ugye Lédáról mindenki tudja, hogy Léda azért egy nagyvilági dáma volt, ezt elmondhatjuk. Gazdag zsidó családból származott, az édesapja azonban tönkre megy, ugye bankár volt az édesapja, tőzsdézik, tönkre megy a család, és Lédának igazából volt egy katonatiszt udvarlója, vőlegénye? Vőlegénye is, tehát hosszú évekig udvarolt neki, és teljesen úgy nézett ki, hogy ebből házasság lesz, azonban a katonatiszt elhagyta. Közbeszólt a tőzsde. Nem lehet tudni, tehát nem tudjuk biztosan, Benedek István is azt írja, hogy ha közelebbről megnézzük ennek a katonatisztnek az életét, maga is jómódú volt, nem volt szüksége erre a pénzre, meg hozományra, tehát nem biztos, hogy a pénz miatt, nem biztos, hogy azért hagyta el, mert hogy csődbe ment a család, de ez egy biztos, a csőd után mente. Igen, egy biztos, hogy csődbe megy a Brühl család, és utána a katonatiszt el. Más helyszínre kéri át magát, másik garnizonba. Tehát egy biztos, katona, udvarló, jómódú, Brühl család jómódú, Brühl papa csődön elveszíti vagyonát, katona, udvarló el. De viszont Léda azért megszokta a jó életet. Meg hát nagyon nehéz helyzetben volt, mert hogy kompromitálódott ezzel a katonatiszttel való kapcsolattal, és hát úgy tekintettek rá, mint akinek már múltja van, tehát nagyon nehéz volt, hogy hogyan fog találni újabb kérőt, és akkor jött Diósi Ödön, a Diósi család szemben lakott a Brühl családdal Nagyváradon, de a Brühlök a gazdagabb zsidó családok közé tartoztak, a Diósiak, akik Nussbaumok voltak korábban, tehát ők is egy zsidó család volt, de nem voltak annyira gazdagok, és lenézett szakmájuk volt, most nem jut eszembe, hogy micsoda. De elképzelhetetlennek tartották, hogy Diósihoz, a Diósi családdal szóba állna a Brühl család, és Diósi Ödön viszont merte megkérni Léda kezét, és Léda igent mondott ebben a nehéz helyzetben. Hát ez egy bonyolult. Akkor már azért Léda 26 éves, amikor hozzámegy Diósi Ödönhöz. Abban a korban ez már nem számított fiatalnak. Hát ma már a lányok ugye a 35 is természetesen fiatalnak számít, sőt 40 is, úgyhogy akkor egy 26 éves lány vénlánynak számít. Igen. És nagyon nincsen más választása, mint hozzám egy Diósi Ödönhöz. Aki kereskedelmi tanácsos, tehát úgy tudják, hogy kereskedelmi tanácsos Szófiában, ott köt üzleteket. Hát aztán, amikor a házasság után Léda és az egyik húga, Berta elmennek Szófiába, akkor hát nagyon meglepődnek, mert nagyon rossz körülményeket találnak. Szófiában dolgozik Diósi Ödön, tehát igen, ott folytat üzletet, és ezért ugye Brühl Adél és testvére követik őt majd Szófiába. Követik Szófiába, és hát ott kiderül, hogy kétes üzleteket köt, szerencsejátékok szervezésében vesz részt. Magyarul lopcsal, hazudik, embereket becsap, sikkaszt,
tehát tulajdonképpen a rendőrség keresi és üldözi Diósi Ödön, és akkor jön a Brühl nagymama, aki a Brühl lányok, ugye három Brühl lány van, és azoknak a hozományát feláldozza, tehát kölcsön adja Diósi Ödönnek, hogy kihúzza őt a csávából. És sokáig úgy gondolták, hogy ez az anyagi kapcsolat, ez az anyagi tartozás köti össze kettejüket, és ezért nézi el az Adival való szerelmet is. Erről később szerettem volna beszélni, de akkor most feljön ez a téma. Ugye szerintem én legalábbis már mikor tanultuk ugye Adi Lédát általános iskolába, majd szakközépiskolába, és akkor gondolkodtam, hogy van egy férj, aki elnézi, hogy az ő felesége nyíltan, mindenki tud róla, az egész monarchia, de nem a mai Magyarország, az egész monarchia tudja, hogy létezik Brühl Adélnak egy Adi Endréje. Ezt még Adi szeretője is... Szeretője van. Igen. Én finomabban fogalmaztam. Hát ezt azért szerintem nagyon sok férfi feltette magának ezt a kérdést, hogy hát ezt a Diósihez most teljesen elmentek otthonról, vagy vak, vagy miért? Hát mondjuk meg őszintén, ez egy látszatházasság volt. Tehát tudni kell arról, hogy Brühl Adél, 26 éves, hozzá kell mennie valakihez, szemben lévő fiú Diósi Ödön, megkéri, hozzámegy, és hát nem véletlenül nézi el, mert hát mondjuk úgy, hogy Diósi Ödön Szófiában nem igazán a leányok kegyeit kereste. Tehát sokkal inkább vonzódott a vékony, magas bosnyák fiúk iránt, és ez egy látszatházasság volt. Tehát így aztán mindenkinek most egy magyarázat arra, hogy miért is nézi el Diósi Ödön évekig, végig, egész életében azt, hogy Brühl Adélnak ugye szeretője van. És ez a szerető Adi Endre. Mikor jön képbe pontosan Adi Endre, és hogyan? Hát 1903-ban ismerkednek meg Nagyváradon egy kávéházban, amikor már Brühl Adél és Diósi Ödön Párizsban élnek, tehát akkor már nem Szófiában, hanem Párizsban, és viszonylag rendeződtek a viszonyai Diósi Ödönnek, tehát ott is kereskedéssel foglalkozik, különböző dolgokat ad el, árusít, és végül is tehetséges és sikeres üzletember lesz belőle. És akkor azért látogat haza Adél, Diósi Ödön nem jön, csak Adél, hogy megmutassa, hogy ő jó házasságot kötött, és sikeres lett az élete, megmutatja a párizsi ruháit, toalettjeit, tehát nagyvilági nőként megjelenik a nagyváradi életben, és egyébként hát ott is van egy kapcsolata a Halász Lajossal, aki újságíró a nagyváradi lapnál, tehát ez Adi előtt és Adi mellett párhuzamosan, és egy ilyen kávéházi estén társaságra van szüksége Adélnak, és akkor a barátai Adi Endrét hívják át, és Adi rögtön beleszeret a hölgybe, tehát végül is Léda egy nagyon szép mutatós nő, és a század elejé végzett asszony, a nő megtestesítője, dús keblekkel, a Buka Enikő nagyon jó megtestesíti ezt az alkatot, tehát... Hagyjuk nagyon... ezt most, Laci, ezt nem teszi. Párbajra kihívsz. Tehát
tehát a végzett asszonya, és Adi rögtön beleszeret, hát ő végül is ugye a kis újságíró, aki vágyik arra, hogy Budapestre, Párizsba kerüljön. Nagyon érdekes dolog ez, hogy más dolog ott megélni azt a helyzetet, hogy nagyváradon vagy újságíró, és ott látni a saját helyzetedet, vagy pedig a történelmi táblatból látni. Ugye ma úgy beszélünk Nagyváradról, ugye akkor még Trianon előtt vagyunk, Magyarország része, és az egyik legfejlettebb, legérdekesebb életű vidéki város, Nagyvárad. Rengeteg szecessziós épülete van, nagyszámú, jómódú zsidó polgárság élt ott, akik kávéházakat nyitottak, működtettek, élénk társadalmi élet volt, több lap jelent meg Nagyváradon. Tehát Nagyváradról így beszélünk ma. Hát ezt érezte a magyar ugarnak Adi Endre, tehát ő szabadulni akart onnan ebből a világvégi helyről, szűk volt neki, kicsinek érezte, meg hát nagyon sokszor tapasztaljuk a verseiben, ugye, hogy ez a halálra ítélt Magyarország, és hát ha megnézzük, ugye rajzottak a tehetségek, minden bokorban termett egy tehetség a 20. század elején, a nyugat nagy költőire gondolunk, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula, és így tovább, tehát Csupa Nagyság, Jászi Oszkár, és így tovább, tehát az ő nemzedéktársait nézők, de ő ezt úgy élte meg, hogy az elmaradott feudális Magyarország, és innen menekülni kell, tehát ő vágyott arra, hogy Budapestre kerüljön, vagy Párizsba netán, és Lédával ez a lehetőség. Ez érdekkapcsolat volt eleinte? Érdekkapcsolat volt ez Adi részéről? Nem. Ő rögtön beleszeretett Lédába. Léda később szeretett bele Adiba. Tehát Lédának ízelgett, hogy ez a 5 évvel fiatalabb, jóképű fiatalember ennyire vágyódik utána, és ezért meghívta Párizsba is, és aztán budapesti kitérővel, aztán követte Lédát Párizsba, tehát 1904-ben ment ki először, és nem a Diósi Brülladér házaspárnál lakott, tehát nem az ő lakásokban, de ugyanabban a házban bérelt egy lakást. Ő vagy egész... Diósi bérelt neki? Nem, ő bérelt, tehát Benedek István megvédi, hogy nem igaz az, hogy Léda tartotta el Adit. Ő több budapesti lapnak volt párizsi tudósítója, és hogyha megnézzük ezeket a lapokat, meg hát már összegyűjtötték, interneten elérhető, rendszeresen küldött tudósításokat Párizsból. Természetesen tanult franciául, de akkor még nem tudott olyan jól. Léda segített neki a cikkeket lefordítani, költők Baudelaire-rel, Verlaine-nel, Rimbaud-val akkor ismerkedett meg. Nyilván nyers fordításban Léda közvetítette neki ezeket az ismereteket. Ennek ellenére mondjuk nem mondhatjuk azt, vannak ugye ilyen regényes életrajzok, mint a Révész Billáé, hogy Léda rendkívül művelt nő volt. Ezt nem állíthatjuk Lédáról, hogy rendkívül művelt volt, meg hogyha a leveleitből talán hallunk majd, magyarul sem tudott igazából rendesen, tehát a magyar helyesírás szabályainak nem mindig felelnek meg ezek a levelek, nem tudom milyeneket választottak ki. Ma nézed a Facebookot, szinte az se, tehát. Hát de akkor még nem Facebook volt, akkor a levelezés még nagyon fontos műfaj volt, tehát Csinszka például a levelekben a legjobb, levélírásban a legjobb. Írt verseket is, rajzolt is, festett is, de levélírásban Csinszka később jön. Jó. Tehát ez fontos volt, de mindenképpen tehát a lehetőséget, hogy Párizsba kerüljön, és ott egy kinyíljon a világ számára, ezt abszolút Lédának és Diósi Ördönnek köszönhette. Azt, hogy ugye mondtad azt, hogy Adinak az életében nagyon fontos Léda, a műveiben is. Tehát ahhoz, hogy egy ismert költő lesz Magyarországon, azt igazából Lédának köszönheti. Miben változik egyébként Adinak a költészete
Léda előtt, Léda után? Hát nagyon sokat változik, tehát ugye az új versek első ciklusa Léda asszony zsoltárai. Egyébként Adi nagyon tudatosan szerkesztette a köteteit, a ciklus címek sem véletlenek, tehát a Léda asszony zsoltáraiban is minden szimbolikus. A Léda ugye egy mitológiai alak volt, azért adta Brühl Adélnak ezt a nevet. Zeus hattyú formájában hódította meg Lédát. Asszony, az azt jelenti, hogy férjes asszony volt, tehát nem lány volt Léda, és a zsoltáraiban pedig az fejeződik ki, hogy zsidó származású. Tehát a Léda asszony zsoltáraiban ezek a szerelmes versek teljesen más, addig ismeretlen hangon és nyelvezettel szólaltak meg. Hát ismerjük a 19. század költőinek verseit, kiválasztottam egyet, de nem hoztam el végül is a Vörös Marti kötetet, például a Vörös Marti Mihály Ábrán című verse az egyik kedvencem, de most ezt nem tudom felolvasni összehasonlításul, de hát testiségről szó nincs ezekben a versekben. Tehát a 19. századi szerelmes versek epekedések, eufémisztikusak, tehát plátói szerelem nyilvánul meg bennük, és Adinál olvashatunk először, hogy ezeknek a Léda verseknek nagyon erős erotikus töltése van, és a testi szerelem, tehát szexuális utalások jelennek meg, gondoljunk a Híjanász, az Avaronra, egymás húsába belevájunk. Tehát ez nagyon szokatlan volt, rendkívül szokatlan volt. Nem véletlen, hogy Adi verseitől megrettent a konzervatív közvélemény, meg a kurzus kritikusok ugye, nagyon-nagyon kritizálták és lehúzták Adi költészetét, és az egyházi iskolákban például kifejezetten tilos volt tanítani Adi Endrét. Itt foglalkoztam például Hofanesján Závennel, aki később Borambrus névvel lett híres író, és ő ide járt a gödöllői Premontrei gimnáziumba. A 30-as években volt gimnazista, és írja, hogy milyen nagy élmény volt, hogy a magyar tanárral, aki nem volt más, mint Zimándi Pius, azzal Lédáról is lehetett beszélni, mert az osztályfőnök az csak Herceg Ferenc Bizánc című darabjára vitte be őket a Nemzeti Színházba, de hogy Adiról beszélni se lehetett meg, hát a Léda versek teljesen tabuk voltak, tehát odáig tabu témákat vett elő, és írt meg a verseiben, egy teljesen új hangon, új költői nyelven szólalt meg, és olyan témákat vett elő, amelyek addig tabunak számítottak. Jó. Akkor most Enikő segítségével megszólaltatunk egy-két levelet Adinak és Lédának a korai kapcsolatáról. Brühl Adélnak, Budapest, 1905. december. Nem sírok, nem átkozódom. Két órai magamba roskadás után próbálok hidegen érni. Hála az égnek, maga és Dodó egyek már. Megértik egymás lelkét, s íme egyformán látják bennem a komédiást. A komédiás kivételesen komolyan kíván maguknak minden boldogságot. Mégis megkérdem, mivel komédiáztam? Nem megírtam-e magának, hogy idegbeteg vagyok? Hogy keserű és kétségbeesett vagyok, hogy lumpolok, hogy magamhoz méltatlan életet élek? Hogy ki kell ragadnom magam, ha nem akarok elpusztulni? Nem titkoltam semmit, hiszen éppen ezért intéztem úgy az ügyem,
hogy ma már az egész redakció akarja, hogy kimenjek külföldre. Majdnem készen van a dolog. A politika és a kötetem késlelteti. No, de ez magát nem érdekli. Az vagyok, aki vagyok. Maga ismer, és magának nem szabad lett volna így ítélkezni. Hogy fuldoklom Budapesten, tudja, hogy maga nekem mindenem, érezhetné. Maga másképpen akarja. Ne féljen, nem lesz nekem még, lesz nekem még ahhoz erőm, hogy magának ne alkalmatlankodjak. Én, ha változtam, egyben változtam. Magát egyre őrültebben szeretem. Érthető, s nem nagy bűneimet nem titkolom. A lelkemet, az idegrendszeremet nem cserélhetem ki. Február végén vagy márciusban elmegyek Budapestről. Talán Párizsba. Talán Szentpétervárra. Ne féljen! Párizsban sem fog látni, ha nem akarja. Én itthon meghalni sem akarok. De higgye el a komédiásnak, hogy ezúttal nem vár mást, mint hogy meghaljon. Valahol messze. Még nem tudom, hol. Maga legyen boldog, édes Adél. Áldja meg az Isten azért, amiket átéreztetett velem. Ha kegyes akar lenni, még írjon egyszer a komédiásnak. Ha már beleesett a színjátékba, ne álljon ki ilyen kegyetlenül és hirtelen belőle. Ne siettesse az én végemet. Siet az, és elér önmagától is. Isten áldja meg. Újra kívánom. Éljen csöndben, békében, igazán és boldogan. Ezerszer csókolja a kezét alázatos szegény híve. Félig csókolt csók. Egy félig csókolt csóknak a tüze lángol elébünk. Hideg az este. Néha szaladunk, sírva szaladunk, s oda nem érünk. Hányszor megállunk, összeborulunk, égünk és fázunk. Ellöksz magadtól, ajkam csupa vér. Ajkad csupa vér. Ma sem lesz nászunk. Bevégzett csókkal lennénk szívesen megbékült holtak. De kell az a csók, de híj az a tűz. S mondjuk szomorún, holnap, majd holnap. Férjem, ödön. 1906-ban befizetett bennünket, Adit és engem, egy földközi tengeri útra. A hajóút után 9 hónappal halott kislányom született, 6 ujjal. 6 ujja volt, akárcsak Adina. Vár sok ég.
ha fenn az égben vársz, ott újra látlak egyszer majd, ott újra látlak majd. Akkor elkezdjük Léda és Adi kapcsolatát, vagyis pontosabban fejtsük ezt ki. Tehát azért nem volt ez a kapcsolat annyira harmonikus szerintem. Egyáltalán nem volt harmonikus, tehát ez ugye a levelekből is kiderül, a versből is, amit felolvastál, abból is kiderül. Én is kiválasztottam egy másik verset, az egy Úcska konfliktusban című verset, de nem tudom, hogy van-e időnk felolvasni. Abszolút. Van. Természetesen. Hát akkor felolvasom. Tehát ez is jól mutatja ennek a kapcsolatnak, ennek a szerelemnek a lényegét. Tehát egy Úcska konfliktusban. Királyném, kigyúltak a lángok, aranyos hintónk íme száll, ma a nép közé vegyülünk el, te a királyné, s én a király. Lásd, ez a fényes kocsitenger, a villámfényes fák alatt, mi érettünk hullámzik, fénylik, hogy téged s engem lássanak. Királyném, bocsásd le a fátylad, ma este kegyosztók leszünk. Döcög, döcög az Úcska konflis, és mi sápadtan reszketünk. Királyné, megölnek a vágyak, sose vágyott, mint te meg én, földi pár úgy az élet csúcsra, és sose volt még így szegény. Vágy, élet és sugár a lelkünk, és utunk mégis koldus út. Jogunk van minden fényességhez, amit az élet adni tud. Király vagyok, és te királyné, hát trónunk sose lesz nekünk. Döcög, döcög az Úcska konflis, és mi sápadtan reszketünk. Tehát ez a vers is azt mutatja, hogy nagyon diszharmonikus volt ez a kapcsolat, hiszen ugye, ahogy már eddig is szó esett róla, ez egy erkölcstelen és bűnös kapcsolat volt, hiszen férjes asszonnyal folytatott nyílt viszonyt, ezért sokan támadták is, és hogy nem volt jövője ennek a kapcsolatnak. Tehát visszatérve arra, hogy Párizsban hogyan éldegéltek, 1904-ben ment ki először Adi, és első alkalommal megy ki a szerelméhez, és kiderül a betegsége, kiderül, hogy vérbajos. Kiütések jelennek meg a testén. Nagyon rendes volt Diósi Ödön és Brühl Adél, nem küldték el, nem zavarták haza, hanem Diósi Ödön adott elegendő pénzt, hogy jó orvoshoz vigyék, és lehetőség szerint kigyógyítsák ebből a betegségből, bár akkor még nem tudták ugye ezt teljesen gyógyítani. És hogy igazából hármasban jól eléldegéltek, annak ellenére, amit mondtál, hogy úgy tudom, Czeiser Endre írta le először ezt, hogy Diósi Ödön homoszexuális volt, tehát ezért, és ma már ez ugye közkeletű tény, mindenhol olvashatjuk, és így tulajdonképpen megértjük, hogy miért nem hívta ki párbajra Adit, vagy miért nem lőtte le, folytotta meg, hát szóval természetes dolog lett volna, természetes reakció egy felszavazott férjtől. De hát állítólag Czeiser szerint Adival is kikezdett Dodó, de ezt Adi visszautasította, és attól kezdve jó barátságban voltak, Dodóval jobban megértette magát, meg jobb volt hozzá, ezt írja Adi, mint időnként Léda. Tehát Lédával nagyon sokat veszekedtek, féltékenykedtek. Párizsban a Lédáék szalonjában a falon függött Cigány Dezsőnek az Adi portréja,
ami a kapcsolatuk szeizmográfia volt, hogyha összevesztek, akkor Adi leakasztotta a falról, honnan alá csapta és elvitte, és amikor kibékültek, akkor visszavitte és felakasztotta a falra. Én nyugodtam. Én nem tudhatta Diósi, hogy akkor most honnan mi igen, van. Igen, igen, hogy éppen hol tart a kapcsolat. Tehát, de állandóan veszekedtek, és tehát a nagy szerelmi fellángolásokat mindig féltékenykedés, veszekedés követte. Egyébként az, amit Enikő olvasott, hogy 1906-ban Diósi befizette őket egy rivierai útra, egy európai körútra, Léda tulajdonképpen akkor szeletett bele Adiba. Tehát, hát valószínűleg a 9 hónap múlva azért jött egy gyerek. Igen. Igen, ez is. Tehát azért gondolom, hogy nem külön kabinban voltak. Nem, hát odáig sem, de hogy igazán emberileg akkor szerette meg Adit, és onnantól kezdve ragaszkodott hozzá, viszont hogy nem volt jövője ennek a kapcsolatnak. Tehát amikor 9 évig tartott ez a viszony, ez a kapcsolat, és felmerült egy idő után, ugye, Lédában is, hogy mi lesz a jövője ennek a kapcsolatnak. Ő szívesen elvárt volna Diósi Ödöntől, ha Adi feleségül veszi. Na de hát Adi nem volt alkalmas arra, hogy házasságot kössön valakivel, nem volt lakása. Hónapos szobákban, hotelszobákban lakott, alkoholista volt, a szenvedélyeinek élt, napról napra élt. Tehát hónapos szobákban, hotelszobákban és szanatóriumokban töltötte az idejét, tehát elvonók órára vitték oda, ezt úgy finomabban szokták kifejezni, hogy a neuraszténiáját kezeltette, de valójában erről volt szó, és különleges képessége volt, hogy nagyon hamar tudott regenerálódni. Úgy jósolták az orvosok, hogy majd 6 hét múlva helyre jön, és ő 6 nap múlva már ragyogóan nézett ki. Tehát egy ilyen ember nem tudta vállalni azt, hogy ő egy olyan nőt, mint Léda el tud tartani. Tehát aki nagyvilági élethez szokott, szerette a szép ruhákat, Párizsban élt, külföldön élt sokat, szeretett nagy házat vinni, nagy társaságot, tehát ezt Adi nem tudta volna biztosítani, ezt mind a ketten tudták, és ugyan provokálta a leveleiben Léda, hogy most akkor megkéri a kezét, vagy nem kéri meg a kezét, de Adi nem kérte meg. És hát ez aztán 9 év múlva ugye szakításhoz vezetett. A gyermekük, ugye a gyereket vár Léda, mennyiben változtatta meg a kapcsolatukat a gyereknek a halála? Vagy változtatott ezen? Nem gondolom, hogy ez különösebben megváltoztatta volna, hiszen az irodalom történet szerint az sem biztos, hogy ez úgy van, ahogy Léda írja, hogy Aditól van. Hát nem lehet tudni, hogy Aditól volt ez a gyerek. Ahogy hatúja volt, mint Adinak, hát ez is egy legenda. Tehát nem is biztos, hogy ez úgy volt. Tehát minden esetre Adi írt ugye a Mi gyermekünk címmel egy verset, amelyik az Új versek című 1906-os kötetének nyitó darabja, és ehhez rajzolt illusztrációt a Gödöllői Művésztelep egyik tagja, Nagy Sándor festőművész. És hát ebben a versben is az van, hogy ez a kapcsolat halálra van ítélve, tehát ebből nem születik gyerek, aki tovább viszi az ő szerelmüket és az ő kapcsolatukat. Tehát nem tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha megszületik és életben marad, de Adi képtelen volt arra, hogy a hagyományos értelemben vett házasságot kössön és családi életet éljen. Hát aztán volt házassága, majd arról is beszélünk, igen, meg elmondjuk, hogy hogyan és miként működhetett. Ugye arról most ugye Adi szerelmei a téma, de hát azt, hogyha azért valaki utána néz Adi Endrének az életének, akkor azt azért tudhatjuk, hogy meg láthatják,
hogy hát azért nem volt olyan kávéház ugyan, de inkább nagyon sok kocsma, amit Adi ne ismert volna. Na most itt oszlassuk el a kedélyeket, mi almalevet iszunk, csak jó felöltöztettük. Tehát ez nem konyak. Konyak, olyan, mintha konyak lenne. De egyébként Adi nem konyakot ívott, vagy nem rövidet elsősorban, hanem bort. Igen, bort. Vizezett, kicsit vizezett bort, majd erre még visszatérünk Csinszkánál. Mennyi volt a napi adagja, azt is elárulom. Akkor már sok. Amikor már Csinszkán, akkor már a napi adag az már nagyon sok. Tehát eltelik ez a 9-10 év, ugye Léda betölti a 40-et, Adi 35, és hát Adi fiatalít, mondjuk ki, tehát dobja Lédát, mai szóval éljünk, akkor dobja Lédát, de szakítanak Lédával. Lédának ugye, ez előbb említetted, hogy elnézi Léda Adinak a vérbajt, de Lédának is lesz egy súlyos bőrbetegsége. Majd jóval az később. Igen. Hát, te szakítál, tehát 39-40 éves korára lesz egy súlyos bőrbetegsége. És nagyon gyorsan szakítanak, majd lesz mindjárt egy levél, amikor 1912 februárjában még, vagy 1911 decemberében, vagy 1912 februárjában Adi még szerelmes levelet ír Lédának, és aztán májusban meg ott az elbocsátó szép üzenet. Az elbocsátó szép üzenet, de azért, hogyha elolvassuk ezeket a Léda verseket sorjában, akkor az elbocsátó szép üzenet előtt is számos olyan verset találunk, amely már a búcsúzásról szól, hogy várja azt, hogy legyen egy másik, hogy mikor jön az a másik nő, akire ő vágyik, és hogy ez a kapcsolat halálra van ítélve. Tehát az elbocsátó szép üzenet, ami szerintem nagyon nagy vers, nagyon kegyetlen vers, de nagyon nagy vers, az nagyon jó összefoglalása ezeknek a korábban egy-egy versben kifejtett motívumnak, és hát drámaian és nagyon feszesen összegzi mindazokat a motivumokat, amelyek fontosak voltak neki ebben a kapcsolatban. Nagyon nagy vers szerintem. A Benedek István felteszi azt a kérdést, hogy megmarad-e Adi után, tehát ha most mondjuk egy mai fiatal olvassa el az elbocsátó szép üzenetet, és nem tud semmit Adiról, hogy akkor is érteni fogja-e ezt a verset, és úgy értékeli-e, ahogyan mi értékeljük, akik ismerjük a Lédával való kapcsolatot, annak a történetét, és hogy ennélkül az egész történet ismerete nélkül megállja-e a helyét. Tehát, hogy ez iránt neki kétségei vannak, de nekem nincsenek, mert nem csak a Lédával való kapcsolatról szól, hanem a múzsa és a művész kapcsolata, ami mindenre igaz, nem tudom, lesz-e módunk, hogy utána, miután olvastok fel a versből, még beszéljünk erről, vagy most mondjam el, hogy... Szerintem most. Hogy a nagyon nehéz művész párjának lenni, tehát... Egy ilyen feladatot felvállalni, az külön embert kíván, mert ahogy az elbocsátó szép üzenetben is benne van, ebben a kapcsolatban Adi volt a fontos, tehát a költői én, ő saját maga volt a fontos, és tulajdonképpen bármilyen kegyetlenül hangzik, hogy az utolsó két sor, hogy azért vagy, mert én megláttalak, és már régen nem vagy, mert már régen nem látlak. Bármilyen kegyetlenül is hangzik, de igaz. Tehát Brühl Adél önmagában abszolút érdektelen lenne. Nem tudnánk róla, most 100 év múlva nem beszélnénk Brühl Adélról, mert senki se ismerné, meghalt, eltemették. Nem tudnánk róla, tehát csak azért ismerjük, azért beszélünk róla 100 év múlva is, mert Adi szerelme volt, és Adi ilyen verseket írt hozzá, mint az elbocsátó szép üzenet. Tehát, hogy a költőjén a fontos. És például közismert, hogy József Attila a legnagyobb szerelmes versét, az Ódát,
ami gyönyörű vers, a Virágirodalom egyik legszebb szerelmes verse, egy olyan nőhöz írta, akit életében egyszer látott. Az utcán. Lilafüreden volt író találkozón, és ott ismerkedett meg ezzel a hölgyel, egyszer látta, és kiszakadt belőle az óda, és hazament, Szántó Judittal élt együtt, ő volt az élettársa, és közölte vele, hogy nem neked írtam, és nem rólad írtam. Tehát... Hát ez is lehetne egy elbocsátó szép üzenet, mondjuk ez az egy mondat, de... Igen. Tehát, hogy ilyenek a költők, a művészek, róluk szól. Tehát róluk szól a kapcsolat és a vers, és a költői én a fontos, tehát amit neki adott. De hát ezt majd a végén, hogy méltó társa volt Léda azért, ez is kellett hozzá. Brühl Adélnak. Érdmintszent, 1911. október. Édes, egyetlen asszonyom, mindenem. Már egy hét óta fogadkoztam, ha holnap nem jön levél, táviratozom. De vártam. Beteg is lettem. Feküdtem 3 napig. S végre tegnap megjött a maga levele. Ez az én érdmintszenti életem aránylag elég szanatóriumszerű volna, de egy doktor hiányzik. Fáj és éget, amikor kétségtelen gonoszságaimra emlékeztet, melyeket pedig hol a bor, hol idegrohamok mahinációi voltak. Mert nem voltam rossz, s magát, még az egész világgal meghasonlott kétségbe esett pillanataimban, amikor bántottam is, végtelenül szerettem. Az, ami vád, piszok, igazságtalanul, minden alap nélkül ér, már nem fáj úgy. S ha fáj is, csak azért, mert magától ér. Maga is szeret engem. Én úgy szeretem, hogy már ötletben sem szeretek magán kívül mást. És talán belehalnék csúfosan, ha magát elveszíteném, de némán és sokkal könnyebb fatalizmussal, mint 8,5 év óta bármikor. Magáért mindent megteszek, ha maga is úgy akarja. Mint először, egykor, most talán utoljára, de lelkem egész szerelmével átadom magam a maga vezetésének. Elég borzasztó, hogy így kell élnem újból és újból, amikor már a halálfélelem is egyre sűrűbb vendégem, távol a maga egyedül kívánt drága mi voltától, ajkától s melegségétől. Legközelebbi levelemben majd írok részleteket napi dolgokról. Később pedig Pestről azt, amit magának tudnia kell. Átkulcsolom, drága, édes, egyetlen asszonyom testét gondolatban, s nagyon, nagyon, Adia, elbocsátó szép üzenet, törjön 101-szer 100-szor tört varázs, hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás. 100-szor sújtottan dobom ím feléd, feledésemnek gazdag úr palástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat.
egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, alázásodért, nem tudom miért. Szóval már téged, csak téged sajnállak. 1912-ben a Nyugatban megjelent elbocsájtó szép üzenet után egy darabig még reménykedtem, hogy visszaszerezhetem szerelmét, de végül feladtam. 1913. május 5-én írtam neki egy levelet. Végtelenül, kimondhatatlanul, halálosan szeretném magát még egyszer látni egy pár pillanatra. Okát sem tudnám megmondani miért, mondani valóm nincs semmi, csak egyszerűen látni óhajtanám egy-két percig, és menni tovább újból. Talán nyugodtabban mennék. Magánál ez nem jelentene mást, mint egy udvariassági gesztust, minden következmény és utóhatás nélkül. Nekem talán jót tenne vele, és minden maradna a régiben, mindkettőnk részére. Ha tehát ezt megtehetné, úgy küldjön Bubi címére egy rövid táviratot egy szóval, jövök. Akkor én pontosan megtáviratozom egy nappal elutazásom előtt az expressz pontos érkezését Bécsbe. Ha valami bármely okból nem jöhetne, vagy nem akarna jönni, úgy kérem, ne táviratozzon, sem ne írjon semmit. Úgy lesz a legjobb. Azt hiszem, látni fogja, hogy dacára mindennek, csak a gentlemanhez folyamodtam, és ezt érzem most is magában. E levelet kérem, ha jönne, adja át nekem a vonatnál. Ha nem jöhetne, küldje be Ubi címére. Hétfő. Lezöröksz-e, mint rég hervadt virág, rég pihenő imakönyvből kihulva? Vagy futkározva rongyik cipeled vetnim buszod? E zsarnok bús igát, s mely végre méltó nőjéért rebeg, magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot, sorsod kérje meg, csillagsorsomban ne véljen fonódni, s mindegy minyel el, ár, avagy salak. Általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem látlak. Mondta, hogy már nem szeret. Akkor szakítunk Brüll Adéllal, elbocsájtó szép üzenet megtörtént, levéllel nem foglalkozik többet. Annyit még, hogy állítólag miután
valójában ugye Adi nem válaszolt a levélre. Nem ment ki a pályaudvarra. Nem ment ki a pályaudvarra. Félt attól, hogy találkoznak és újra indul az egész. De állítólag Léda soha többet nem eltette ki Adinak a nevét. Igen, igen. Szóval végül is Léda ez mutatja, hogy méltó társa volt Adinak, hogy nagyon méltósággal viselte, ahogyan kérte Adi ebben az elbocsátó szép üzenetben, méltósággal viselte a sorsát. Ha megnézzük, akkor nagyon sokan azért lettek híresek, mert Adiból éltek, Adiból nyertek hírnevet. Bölöni György és Itóka, akik barátai voltak Párizsban, Földessy Gyula, aki összegyűjtött az Adival kapcsolatos dokumentumokat, emiatt lett ismert ember. Nagyon sokan Adiból éltek, kivéve Lédát. Léda nem akart ebből tőkét kovácsolni magának, hát hiszen elég volt a Léda versek, ezeknek a gyűjteménye, ezek úgyis fennmaradtak az irodalom történetbe. De ő méltósággal viselte a sorsát, az elbocsátó szép üzenet után nem panaszkodott, nem sírta tele a sajtót, pedig állandóan keresték újságírók, hogy Adiról akarták faggatni, meg akarták szerezni az Adi eredeti leveleit, ugye, amelyeket milyen értékesek voltak, amiket hozzáírt, és ő a Révész Béla újságírónak adta át ezeket a leveleket, aki aztán ebből írt is egy könyvet, de gondoskodott arról, hogy ezek végül is közgyűjteménybe kerüljenek, de nem panaszkodott. Én olvastam egy interjút vele, amelyet egy fiatal újságíró nőnek adott, és szintén rákérdezett Adival való kapcsolatára, és azt mondta, hogy minek erről beszélni, halálunk után úgyis mindent kinyomoznak, és megtudnak rólunk. Igaza lett. Íme így van, igen. Tehát nagyon bölcs asszony volt, hogy nem sírt, nem akart ebből tőkét kovácsolni, nem beszélt Adiról. Tehát amikor megtudta, hogy megnősül, akkor elájult a fürdőszobába, de tehát nyilván mélyen érintették ezek a dolgok, de és hogy soha nem heverte ki Adit. Megtanult lovagolni a Bois de Boulogne-ba, Párizsban lovagolt, hogy hát ha leesik és meghal, de nem sikerült neki. Tehát boldogtalanul éldegélt itt a kis gödöllői villában. Ha meg akar halni, akkor olcsóbb halál. Tehát egyszerűbb halált is lehet választani, hogy megtanulni lovagolni. Tehát. Jó, tehát az 5 évvel idősebb hölgyet Adi lecseréli sok-sok, nagyon sok 15-20 évvel fiatalabb hölgyre. Igen, tehát a Léda és Csinszka között ugye van egy időszak, és akkor jönnek a kis női csukák, így nevezi Adi ezeket a fiatalabb hölgyeket, akik általában a fiatal hölgyek kezdeményezik az ismerkedést. Például Bőm Aranka, aki... Egy picit várjunk, aki már volt a kávéházi eston, a legelsőn, az tudja, hogy most csak itt felteszem, ugye Bőm Aranka az majd kitől lesz még híres? Igen. Karinti későbbi felesége. Például Bőm Aranka, igen. Tehát például Bőm Aranka, akit aranynak nevez verseiben, vagy 11 verset írt hozzá is Adi. Gimnazista lányként keresi fel Adit. Végül is Bőm Aranka is egy olyan szexbomba, mint a Léda, csak fiatalabb kiadásban, tehát miért hagyná ki Adi? 18 éves hölgy, akkor körülbelül? Igen, körülbelül 18 hát éves, és 41-18. Igen, ő kezdeményezi ezt a kapcsolatot, tehát Adi ezt nem hagyja ki, de szerintem tehát ezek a versek, amelyeket aranyhoz és aranyról ír, ezek hát meg sem közelítik azokat a verseket, amelyeket Lédához írt. Tehát ezek futókapcsolatok, és hogy milyen jellegűek, ugye azok is kiderülnek a versből. Sokan voltak, Ada, Arany, Milita. Ada volt Csutak Médi.
Csutak Médi. Aki egyébként szintén egy férjes asszony volt, Bisztricki Józsefné. Igen, polgári nevén Bisztricki Józsefné. Tehát mondjuk ilyen verset írni, hogy drága Bisztricki Józsefné, egy kicsit bonyolult lenne. Tehát Bisztricki Józsefnének szeretettel. Igen, tehát ilyen neveket, költői neveket adott nekik, és nem egyel szanatóriumokban ismerkedett meg, tehát ezek közül, a hölgyek közül. Adi állandóan beteg volt, tehát egészen fiatal ember volt, ugye 26 éves, amikor megismerkedik Lédával, és itt a levelekben is azt látjuk, hogy már a halálán van, és meg akar halni, és hogy ő egy idegbeteg, és folyton panaszkodik, tehát hipohonder. Ő úgy érzi jól magát, hogyha ha beteg, halálán van, és ápolják, gondoskodnak róla, kényeztetik, lehetőleg nők. Tehát ezt a szerepet szereti, úgyhogy nem kell ezt annyira komolyan venni. De most a bor, illetve az alkohol mellett a veronális szenvedélye volt. A veronál az egy altató, és azt, tehát a veronál függő volt, nagyon sok veronált szedett be. Egy-egy mélyebb depressziós időszakában, mint ahogy itt írta az egyik levélben Lédának, hogy 3 napig aludt, tehát volt ilyen, hogy annyi veronált vett be, hogy 3 napig aludt. Tehát, és akkor kétségbe estek, hogy úristen meghal, és szanatóriumba vitték, és akkor ott helyre hozták. Tehát nem kell teljesen komolyan. Említetted ugye, hogy Bőmaranka kezdeményezett ki Adival, és ez végül is Adinak a verseiben is benne van. Tehát például az Öreg legény szerelme első versszakában 18 évednek csodáját, aranyos szép jány, ifjúságod, titkaid és a várt titkokat ajkaiddal miért kínálod? És egy kicsit arrébb. Ma megbódulok friss testettől, mint tubarózsa illatától. Ma szeretlek, és fájdalmasan rejtenélek el a világtól. De ha holnap ifjabbat látsz majd, erősebbet, szebbet, delibbet, te forró, kedves, kívánkozó, megmaradsz-e hűnek, szelidnek? Én nem hívlak, te akarsz jönni. Tehát, igen, egyértelmű, hogy milyen volt ez a kapcsolat, és valóban, amikor tehát jöttek mások Aranka életébe is, és Adi életében is, tehát párhuzamosan több nővel is tartott kapcsolatot, ne beszélve azokról, akikkel levelezett, mert többen levelezett is, így Csinszkával is, ugye? Csinszkával, igen, 1911-től már levelezik, 11-től. Tehát ugye már ismeri, még ugye Léda még van. Tehát még Léda még van, na most nagyon érdekes, itt olvasnám ezt fel, tehát 11-től és 12-ben szakít ugye Lédával. Igen. És Lédának módja van beleolvasni a levelekbe, amiket Csinszka ír Adinak. És beleolvasott Csinszka Adinak írott leveleibe, és azt mondta, hogy nagy bestia lakik ebben a kislányban. Idézem, én már tudom, ki az, aki utánam jön, írta Léda egy nagyváradi barátjának 2 évvel azelőtt, hogy Adi és Csinszka találkozott volna. A neve Bertuka, dr. Bonca miniszteri tanácsos lánya. Érdeklődtem utána, vékony kis leány, sovány, mint egy esernyőnyél, elől-hátul szexuális duzzanatokkal. Szóval volt humor a Lédának. És hogy nő volt, tehát tudta, hogy veszélyes ez a kapcsolat, hogy ezt így megérezte előre, hogy Berta lesz a következő. Berta lesz a következő, de érdekes, hogy évekig még csak leveleznek ők. Tehát, és ott is egyébként majd lesznek levelezések, Adinak és Csinszkának a korai levelezéseit mindjárt emesével felolvassuk, hogy nagyon sokáig nem találkoznak, sőt, ugye ezt a
levelezést is Csinszka kezdeményezi. Adi nagyon sokáig a levelekben ugyan nem utasítja el Csinszkát, de azt leírja azt, hogy hát drága édes kislányom, kicsi húgom, igen, nevezi. Majd, hogy nem leírja, hogy dupla annyi idős vagyok, mint te, tehát mit szeretnél te tőlem. Hát aztán majd a kicsi húgomból, majd aztán ugye később a felesége lesz. De egy picit visszamennék Bőmarankára, tényleg csak egy mondat erejéig, mert hogy egyébként nagyon érdekes Adinak, és itt egy picit talán szerintem Lédának még megvan a megalázása ebben a versben, a Csupán magamtól búcsúzomban. Nem szerettem soha náladnál senkit búsongóbban, vágyobban és ismerőbben. Tehát attól függetlenül, hogy azért Léda 10 évig együtt van Adival, és mondjuk meg őszintén Bőmaranka azért hát nem egy évekig tartó kapcsolat, tehát ez a 11 vers, ezt azért tudni kell, hogy ezt a ti szinte pár hét alatt írja meg, míg tart Bőmarankával a kapcsolata. Azért még benne van az, hogy ezekben a versekben, én legalábbis azt olvasom ki, hogy azért még egy kicsit visszaszúr Lédának. Igen, hát ez elképzelhető, tehát Adinak sem lehetett könnyű megírni ezt a kegyetlen verset, az elbocsátó szép üzenetet, és szakítani Lédával 9 évi kapcsolat után. És valószínűleg azért is annyira kegyetlen ez a vers, hogy magát is erősítette, hogy most akkor itt befejezi és véget tudjon vetni ennek a kapcsolatnak. Na most még a kisnői csukák közül azért említsük meg Dénes Zsófiát, Dénes Zsukát, aki szerintem a legjelentősebb volt ezek közül a kis női csukák közül. Őt el is jegyezte Adi, majdnem el is vette feleségül. Tehát egy ilyen, végülis nem volt ez se nagyon mély ismerettség és hosszantartó ismerettség. Megismerkedésük után nem sokkal megkérte a kezét, és hogy házasodjanak össze. A Dénes Zsuka azt írja a könyvébe, mert ő is Adi miatt vált híressé, bár nagy életerő volt benne, 104 éves korában halt meg. Hogy az édesanyja akadályozta meg ezt a házasságot, de valójában valószínűleg arról volt szó, hogy felmérte azt, hogy ezt a beteg öregedő költőt ő fiatal lányként fel tudja-e vállalni, tehát egy házasságban vállalni tudja-e, és inkább úgy döntött, hogy nem, hogy most akkor kimegy Párizsba, ott lesz egy évig, és ha még mindig tart a kapcsolat, akkor visszajön és folytatják, de hát közben Adi neki is megírta az elbocsátó szép üzenetet, ami megjelent a Nyugatba, és azért nem volt annyira kegyetlen, mint a Léda elbocsátó szép üzenete. Mindenkinek írt, hát a Bőmarankának is ír szinte egy elbocsátó szép üzenetet, ezek annyira azért nem jelentősek. De jöjjön az a hölgy, aki Adinak végül is az utolsó pár évében a legfontosabb, Csinszka. És emesét megkérem, hogy fáradjon fel ide, és felolvassuk az első leveleket. 4 levél lesz. Ezeket mindegyiket igazából Adi írja Csinszkának, tehát Csinszkának nem lesznek levelei, amit Adinak írt, ezeket mindegyiket Adi írta Csinszkának. Bonca Bertának. Budapest, 1911. december. Kedves, 16 éves boldog kisasszony. Beteg voltam, s még ma is az vagyok, ezért késett a válaszom. Kicseréltem a maga Adi lapját, amely valahogyan bepiszkolódott a postán egy másikkal, s ráírtam a nevemet. A versei közül az első nekem nagyon kedves szenzáció volt. Maga ma még többet nem érezhet. És jobb lesz, ha nem kultiválja túlságosan az érzéseit, mert a nagyszerű versekért gyalázatosan sikertelen élettel fizetünk. Nagyon köszönöm, hogy maga kisjány, ott Svájcban, reám gondolt. Boldog új évet kívánok magának, s boldog életet. Adi Endre. P.S. Ugye természetesnek tartja, hogy kérdéseire itt most így nem válaszolok. Bonca Bertának. Érmincent, 1912. január.
Talán címezhetném kedves kis ismeretlen barátnőmnek is magát, de nem címzem sehogyan, mert maga 16 éves, és én ag beteg ember. Nem akarok teljesen megcsúfolódni. Állandóan Svájcba él, avagy csak téli sportoló, esetleg internátusi sorban. Ki maga? Mik azok a nagy célok, tervek, erők, amik oly gőgössé teszik? Pedig arcképe kedves. Talán csak egy kis titokzatosság. Meglephetőség űr rajta. Szeretem a bizakodást és a nagy ifjúságot. De még jobban szeretném, ha maga csak ugyan minden joggal lehetne ifjú, bátor és harcos. Olyan kivételes, hogy ismeretleneknek írok, és így írok. Íme. Most már maga el lett kötelezve egy igazi bemutatkozásra. Kedvesnek gondolom, és képzelem magát, bizonyára az is. És kedves nekem, ezt bevallom. Ma még falun vagyok, de holnap sajnos a legcsúnyább Budapestre utazom. Odaírjon, ha ír, a Nyugat címén. S ha netán hamarosan Svájcba, Párizsba vagy Monte Carlóba sikkadnék el, onnan pontosan elküldik leveleimet. Isten vele, kedves kis 16 éves Jány! Üdvözli, Adi Endre! Bonca Bertának, Budapest, 1912. február 5. Nagyon megkéshettem, ha ugyan maga kis Jány, egyáltalában fontosnak tartotta a válaszomat. Magáról nem tudtam meg mindent, amit kérdeztem, s akartam tudni. Mi akar lenni? Festőnő, írónő, vagy feleség, vagy mi? S most, mert nagyon rám nehézkedett nyavajámmal az élet, röviden válaszoljak a kérdéseire. 1. Élek, illetve fölvéradok, mert az öngyilkossághoz nincs tehetségem, s talán jogom sem. 2. Másfél év óta nincs társaságom, s nyilvános helyen nem mutatom magamat, még utcán is csukott kocsiban. 3. Tudok sírni. 4. Hiszek abban, hogy nem ok nélkül lett Magyarország, s mert még nem csináltunk sokat, élni fogunk. 5-6. Örülni, de sírni is kötelesség mindenkiért. Legyen jó kisjány, tanuljon, bízzon, s ne akarjon túl licitálni mindenkit az értelmességével és lelki csiszolgatásával. Higgye el, hogy a kultúra a mai, a miénk. Nem is olyan nagy dolog, hogy egy egészséges 16 éves kisjány könnyen lenne számolhatna vele. Köszönöm magának, hogy szeretettel van hozzám. Olyan messziről, s olyan közelről. Pláne nekem most jól esik az ilyesmi. És üdvözli magát kisjány, igaz barátsággal. Adi Endre. Bonca Bertának. Budapest, 1912. március. Kedves kis húgom Bertuska. Több mint 3 hete fekszem egy kis szanatóriumban. Az utolsó előtti lépésnél megfogtam magamat, és kimondtam, hogy megpróbálom a gyógyulást. Egy kedves professzor, s még 3 orvos rohant meg kissé, már túlságos buzgalommal. Különösen az első 10 nap volt szörnyű, szinte tébolyító. Ma már kezdek bizakodva nézdegélni, tervezni. És hogy lássa, hogy ismeretlen kis Bertuska húgomat hogy kedvelem, magának vettem egy hónap óta első betűimet. Nagyon sok és sokféle válság juttatott e sorsra. De lássa már, reménykedem, s talán egy kicsit a maga levele is buzdított ilyen rég nem produkált energiára. Írjon, kedves kis Bertuska, címezze a levelet a Nyugathoz. Én itt titokban vagyok. Hát 3 emberemen kívül senki se tudja, hol létemet. A Nyugattól az öcsém szokta leveleimet elhozni. Svájcban is olyan szép tavasz van, mint itt nálunk. Valószínű, hogy kúrán befejeztével a francia Svájcban fogok utazgatni egy kicsit. Szeretettel üdvözli, beteg bátyja, Adi Endre. És megmondom őszintén, az előbb kihagytam egy dalt,
így most Enikő ezt fogja előénekelni. Párfümös forró este van, a boldogság is festve van, remegve pengben dzsógitál, és nem tudom reám mi vár. Benjó gitár remek dalol, szerelmi vágya álmos szól. Szívemben is a vágy zenél, repül, lehull, s megint remél. Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a tűzzel jár. Jaj, nem szabad, ne fogjon úgy át a remegő kezére, a szívnek úrja van, mely elszakad. Az első csókját én el nem feledem, itt állok. Gyönyörű szemével, a tűzzel játszani, jaj, nem szabad. Csak súgva száll le vallomás, hogy meg ne hallja senki más, de még magának sem fogom megsúgni, miről álmodom. Legyen enyém e szent titok, s ha majd egyszer szeretni fog, megtudja majd, hogy mit dalolt egy szív, amelynek álma volt. Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a tűzzel játszani, jaj, nem szabad. Ne fogjon úgy át a remegő kezével, a szívnek húrja van, mely elszakad. Az első csókját én el nem feledem, itt állok árván, halálos betegen, mert szeretem, ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a tűzzel játszani, jaj, nem szabad. Ez kár volt, kár lett volna kihagyni, én azt hiszem. Okay. Térjünk vissza Csinszkára. Tehát Csinszka ugye írogat leveleket Adinak. Mikor találkoznak ők először? Tehát 11-től kezdődik ez a levelezés. 11-ben keresi meg először Csinszka Adit, és csak 14-ben találkoznak. 14-ben találkoznak, és 15-ben házasodnak össze. Ugye Csinszka írogat leveleket, rajongó leveleket a fiatal 16 éves lánya nagy költőnek, és Adi időnként vagy válaszol, vagy nem, tehát időnként így van úgy, hogy fél évig egyáltalán nem válaszol, fél év múlva aztán ír egy ilyen kedves hugomos levelet. Tehát Csinszkát is így talomban tartja, hogy még sok más hölgyet, és igazából nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel a kapcsolattal. Többször megígéri, hogy meglátogatja Csúcsán, mert Csúcsán lakik, az erdélyi Csúcsán. Volt ott valaki, ismeri valaki Csúcsát? Igen, igen, nagyon jó. Mi is minden évben megyünk Erdélybe, és ott a kastély mellett vezet ugye az autóút,
mellette van a királyhágó után, van csúcsa, dombon van fent a kastély, alatta vezet az autóút, mellette van a vonatsín, és amellett folyik a Körös. Tehát egy gyönyörű helyszín. És hát itt talán menjünk egy kicsit vissza időben, hogy is keletkezett ez a csúcsa, ahol meglátogatja 14-ben végül is Adi Csinszkát. Csinszkának az édesapja Bonca Miklós, egy kisnemesi család egyik tagja, tehát maga kisnemes, jómódú nemes ember, aki országgyűlési képviselő is, és mint ilyen Budapesten él nagy részt. Csúcsa úgy kerül a képbe, hogy 38 éves korában elhatározza, hogy megnősül, neki is nagyon sok nőügye volt, de nem nősült meg, és 30-valahány éves korában elhatározza, hogy megnősül, és a nővérének a lányát veszi el, aki vagy 20 évvel, vagy 27 évvel fiatalabb nála. Tehát sokkal fiatalabb, vérfertőző kapcsolat, tehát az unokatestvérét veszi el. Unokahugát. Unokahugát, igen. Tehát a testvére, a nővére nagyon megharagszik rá, és a feleségének, ifjú feleségének vásárolja meg a csúcsai birtokot, ki kell írtani ott az erdőt, mert egy ősvadon van a helyén, és oda épített egy gyönyörű kastélyt ifjú feleségének, és hát egy hatalmas nagy ősparkja van, fácánossal, őzikék, szarvasok, tehát minden földi jót oda akar teremteni ifjú feleségének, aki aztán terhes lesz, és megszüli Csinszkát, Bonca Bertát, és a szülésbe belehal. Tehát gyermekágyi lázba, ez is a Bonca Miklós fafejűségének köszönhető, mert ragaszkodott ahhoz, hogy csúcsán szülje meg a gyereket, csúcsán szüljön, és egy falusi bábára bízta rá, tehát ha mondjuk Kolozsváron kórházban születik, akkor Bonca Berta, akkor nem biztos, hogy bekövetkezik ez a tragédia. Tehát gyermekágyi lázban meghalt az ifjú felesége, és hát nem elég ez a tragédia, még lány is született, nem is fiú. Tudjuk, hogy ezt akkoriban nem sokra becsülték a lányokat, nem is gyerek, csak jány. És az volt az első gondolat, hogy intézetbe adja, Lelencházba, és majd, ha megéri a 10. életévét, akkor ő fogja nevelni. De ezt a nővére nem engedte, hogy a lányát eltemette, tehát a lánya meghalt, és az unokáját ő akarja felnevelni. Aztán így jött létre ez a családi közösség, hogy végül is anya nélkül nőtt fel Bonca Berta, Csinszka, a nagymamája és a nagynénje nevelte csúcsán. Minden esetre, amikor eltemették Csinszka édesanyját, akkor a nővére megfogadta, hogy onnantól kezdve nem szól a testvéréhez, Bonca Miklóshoz, tehát ez így is volt, be is tartották, tehát ők ilyen 19. századi jókai hősök voltak, és ezt így be is tartották, nem beszéltek egymással, de Bonca Miklós tartotta fenn csúcsát, tehát ő küldte az évi apanást ehhez, ennek a háznak, várkastélynak a fenntartásához, és Csinszka először Budapesten tanult, majd később ebbe a svájci nevelőintézetbe került, ahonnan aztán az Adival való kapcsolata kezdődött. És többször ígérte Adi, hogy végül is, amikor megy haza Érmincentre a szüleihez, akkor útban lenne csúcsa, és hogy meg fogja őt látogatni, de soha nem tette meg, 14-ben következett ez be, akkor váratlanul beállított egy átmulatott, gyűrött éjszaka után, rettenetesen nézett ki, de hát Csinszka is elnézte neki, és a nagymama is, a nagymamának is szimpatikus volt Adi, és tulajdonképpen innentől kezdődik a kettejük története. Tehát
elhatározták, hogy összeházasodnak. A nagymama egyébként, ez később Adi több levélben is leírja, mert a nagymama volt az egyetlen a családban, aki támogatta ezt a házasságot. Nagyon érdekes, ugye mondta Mária, hogy 1914-ben találkoznak, onnantól felgyorsulnak az események. 1914. június 28-án Szarajevóban, ugye tudjuk, merénylet történik Ferenc Ferdinánd ellen, Adi Endre eljegyzi Csinszkát. De csak egy év múlva tudnak megesküdni, mert a család mindent megtesz azért, hogy ez a házasság ne jöhessen létre. Kivéve a nagymama. Ő az, aki támogatja. Hát pontosan van, ugye Bonca Miklós, tehát az édesapa nem akar beleegyezni ebbe a házasságba, mivel Csinszka még kiskorú volt, ezért kellett az édesapa engedélye a házassághoz, de az édesapa nem engedélyezte. És akkor egy nagyon méltatlan procedúra, hosszú procedúra következett, egészen a következő év, azt hiszem márciusban tudnak összeházasodni, odáig tartott, mindenféle engedélyeket kellett kérni, jogászok kiderítették, hogy az árvaszék, ha az árvaszék ad engedélyt, akkor elveheti feleségül, de hát az árvaszék bürokratái is féltek a nagyhatalmú Bonca Miklóstól, a képviselő úrtól, és hát húzták, halasztották az engedély megadását, és még Adi megalázkodott olyan módon is, hogy Tisza Istvánnak, akit ő a verseiben, cikkeiben rettenetesen támadott, Tisza Istvánnak is írt levelet, hogy segítsen az ügyében, hogy feleségül vehesse Bonca Bertát. Tisza István nagylelkű volt, és meg is ígérte ezt a segítséget, de csak 15 márciusában jöhetett létre a házasság, akkor kapták meg az engedélyt. Adi már teljesen ki volt, Veronát szedett, 3 napig aludt, és egyebek depresszió. Itt egyébként pont van egy levél, akkor én megkérem Emesét, hogy ezt a levelet olvassa fel, amit Adi 1915. februárjában írt, és ebben pont említi is Tisza Istvánt. Bonca Bertának, Budapest, 1915. február. Kedves kicsi Csinszka, a titkár írja diktálásra ezt a pár sort, de azért ne ijedjen meg. Természetesen hosszú, ideges meghurcolás kikerülhetetlen reakciójával járt, s ráadásul egy kis hülésem is van. Szóval én a magyar királyban őrzem az ágyat, de erőszakkal is kimennék néha valamit a levegőre, ha az arcomon a kiütés nem volna csúnya és rossz állapotban. Így, hiúsági kérdésen felül, még egy Orbánc is fenyegetne ebben a hidegben. Berci bátyád, aki látogatása óta csak egy táviratot kapott tőlem, rosszat sejtve ma felkeresett, éppen ahogy táviratodat megkaptam. Tanácsolja ő is, hogy egy-két napig a szobát őrizzem, addig talán Tiszától kapok második és határozott levelet. Ha nem így volna, Berci bátyáddal új tervet szőttünk. Minden okom és adatom megvan azt sejteni, hogy Berci bácsi apád utasítására sietteti dolgaink elintézését. Erről és ezekről, mint írtam, sok érdekes és furcsa mondani valóm lesz. Remélem nem lesz szükségem bevonulni 2 hétre a szanatóriumba, és akkor magát hamar láthatom. Bízzon újra! Kérem szeressen és várjon! Én most betegség és minden akadály ellen harcolok magunkért. Nagymamának, Károlynak szeretett. Nagyon-nagyon csókolja az ő kis Csinszkáját Csinszkia. Sok üdvözletet, kész csókot fiúktól. Bonca Bertának, Budapest, 1915. február. Drága szépségem, kicsim, szomorúságom és örömöm. Rengeteg mondani valom volna, de csak annyi erőm van, hogy írjak. És nem mindig távirattal tudassam, és hogy lássa, nem is olyan nagy a baj. Szép, erőfölöslegeimet szeretett atyát, s a sors jóvoltából elvesztettem. De még nincs nagy baj. Tisza másodszor sem írt. Tehát Berci bátyád németivel fogja elintéztetni holnap után árvaszéki ügyünket. Tele van a város pletykával. Pimasz gyanúsításokkal ellened és ellenem. Szeress, és minden jó lesz. Drága nagyanyádnak 7 szent késcsók. Károlyt ölelem,
a te Csinszkid. És akkor most térjünk rá, mert hogy itt mindkét levélben ugye úgy írta alá Adi, hogy Csinszki. A Csinszka elnevezésre honnan jön? Hát kezdetben Csacsinszki nevű személy egy korban futó darabnak egyik szereplője volt, férfi szereplője, és Csinszka a leveleiben Csacsinszkinek szólította Adit, és aztán ebből viszont Adi a Csinszkát varázsolta ki, tehát így nevezte el Bonca Bertát. Ugye, ahogy én olvastam, ugye azt mondja, tehát ugye Csacsinszkinek nevezte Csinszka Adit, de hát a Csacsi miatt Adi egy kicsit megorrolt, ezért lerövidítették Csinszkinek, és akkor ugye ebből jön Csinszka. Tehát itt is ugye milyen érdekes, mert azért nem tanuljuk irodalom órán, hogy igazából Csinszkának az elnevezése azt végül is Csinszkától származik. Igen, Csinszkától származik, igen. Na most fontosnak tartanám, hogy beszéljünk arról, hogy végül is Adi miért Bonca Bertát választja, és miért veszi el feleségül, és miért vállalja ezt a tortúrát is, tehát ezt a fél éves procedúrát, amíg a házassági engedélyt megkapják. Nagyon sokat számított az, hogy a mi fajtánk, tehát ez több versében is kifejti, hogy tehát ugyanolyan kisnemesi családból származik Bonca Berta is, mint Adi. És ugye Csucsán erről meg is győződhetett. Többször beszéltem már, megmutatom, Benedek István, Adi Endre szerelmei és házassága című könyve szerintem nagyon, nagyon mértéktartó és tárgyilagos mindenkivel szembe. Tehát nem egy Blikk magazin című. Nem egy Blikk magazin. Benedek István orvos volt, és mellékesen írt ilyen könyveket, és Arany Ketrec című műve közismert, ugye, amit a Karinti Gáborról írt, és tehát ő orvos is volt, és Benedek Eleknek, a Székely mese írónak és mesegyűjtőnek a fia. Na most Benedek Elek székely volt, a felesége viszont zsidó, Fischer Mária, aki nagyon szerette Benedek Eleket annyira, hogy amikor Benedek Elek meghalt, ő is öngyilkos lett, hogy együtt temessék el őket. Tehát ez egy másik történet. De Benedek István leírhatja azt, amit most szeretnék felolvasni. Csinszka majdnem mágnás volt, nem csak az Adi család szemében jelentett sokat, a költő is büszke volt rá. Nem is a pénz volt a lényeges, hanem a származás, a közös vérség. Adi szerette a zsidókat, örökké közöttük és belőlük élt, zsidók fedezték fel, ismerték el, értették meg legkorábban, zsidók voltak a mecénásai, a barátai és a szeretői. A nagyváradi szerkesztőségben hosszú napkor, ez a szombat, Igen. Egyedül csinálta a lapot, mert a többiek mind zsidók voltak, és mégis megdobogtatta a szívét, hogy végre egy keresztjén úri lány, református volt a Csinszka, tárja fel a karját, szívét, egész jövőjét. A Nyugat július 16-i számában világá is kiáltja. Egy azon fajtánk ősi viharok harca és ölelése, váratta rám két fiatal karod, sok idegen vad, csókos perzselés csúfítja el az arcom, szépíts, csókolj, az élet már kevés, bolond újkor, minden megváltozik. De mi felett nászunkban szép úrfajtánk megint találkozik. Tehát, hogy ebben a házasságban fontos szerepet játszott ez, hogy Hatvani Lajosnak is írja, hogy úri lány, tehát nem zsidó származású, mint a többi kapcsolata, de ugyanazokkal az erényekkel rendelkezik, művelt, érdeklődő, kultúrát, verset ír, jó leveleket ír, rajzol, fest, tehát egy bohém volt és a művészeteket kedvelő fiatal leány, természetesen 17 év korkülönbség volt közöttük, és Csinszka is felméri azt, hogy ő ápolónő lesz, tehát nem a Léda féle szerelem vár rá,
egy beteg, öreg, megfáradt embert kap, akinek az ápolónője lesz. 4 évig tartott a házasság, és tulajdonképpen ez a szerep várt rá, és ezt becsülettel végigcsinálta, tehát ő is méltó társa volt végül is Adinak. Még egy dolgot szeretnék mondani, bár lehet, hogy beszélünk még a csúcsai életükről, mert 2 évig csúcsán éltek a házasság után, és 17-ben akkor meghalt Bonca Miklós, gazdagok lettek, mindenét a lányára hagyta a csúcsai birtokot, és 17-ben költöztek fel Pestre a Verespálné utcai házba, amelyik most Adi Emlékmúzeum, és az volt a pesti lakásuk. De ez a csúcsai élet hát meglehetősen nyomott volt. Az első világháború zajlott, ugye ott, ha kiültek a csúcsai ház kertjébe, akkor ott láttak a katonavonatokat, amelyek vitték a fiatal magyar legényeket a Vágóhídra. Adi rendkívül háború ellenes volt az első pillanattól kezdve, és hát ez egy falusi élet, tehát Adi nem ehhez volt szokva. Budapesten, Párizsban kávéházak, társasági élet, itt pedig csak a postára és a kocsmába tudott eljárni, mert a postán a lapokat vette magához, a kocsmába meg a szokásos bort. Most nem tudom, ki látta, Deák Krisztina rendezett egy Csinszka című filmet, ami remek film szerintem. Igen. És abban van egy jelenet, amit én máig nem felejtek el, tehát képileg is nagyon előttem van, és hát ugyanakkor az irodalom történet is megírja ezt a Dugibor esetét. Ezt elmesélném, mert nagyon jó, nagyon jól mutatja, hogy milyen lehetett a csúcsai közös életük, a házasságuk. Adinak a bor adagja akkor már 5-6 liter volt, napi 5-6 liter. Vizezett volt ugyanez a bor, de akkor is iszonyatos munkát jelentett ez a szívnek, az érrendszernek, tehát el lehet képzelni, hogy borzalmas volt. Csinszka próbált ezt kordában tartani, hogy csak napi 3 litert igyon. És Adi mindig beszerzett ilyen dugi borokat, és éjszaka nem tudott aludni, hogyha felébred, akkor előveszi ezt a dugi bort. És egyik éjszaka is felébredt, és hát kiderült, hogy Csinszka közben megtalálta, és kiöntötte ezt a bort. És nem találta a bort, és Adi iszonyú haragra gerjedt. Azt mondta, hogy öltözön, mennek a kocsmába éjjel, éjszaka. És akkor Csinszka úgy érezte, hogy itt az élete vége. Hideg volt, tél volt, esett a hó. Ő a csúcsai várkastély kisasszonya, elérhetetlen, érinthetetlen kisasszonya, az édesapja köztiszteletnek örvend, ő életében nem látta a csúcsai kocsmát belülről, tehát hogy most az éjszaka kellős közepén a férjével beállít a kocsmába, tehát ezt nem bírt elkészíteni, ez kész, vége, ez halál, itt meg fog halni. És pizsamába kiment a kertbe, és legugolt, hogy most akkor ő itt meghalt, és vége az életének. És akkor Adi utána ment, vitt egy kabátot rá, terített egy kendőt, és lementek a kocsmába, felkeltette a kocsmárosnét, felbontatott egy üveg pezsgőt, utána szerzett fogatot, és egy nő fogattal felvitt, és ez van a filmben, ahogy mennek fel a csúcsai dombon. És végül is aztán nem lett nagy híre az esetnek, de hát mutatja ezt, hogy milyen élete volt. Tehát Csinszka akkor megértette, hogy itt más törvények uralkodnak, és hogy Adi a domináns ebben a kapcsolatban, tehát nincs olyan, hogy én ezt nem csinálom, mert Adi az úr, őt kell kiszolgálni, és mindent végre kell hajtani, amit kér, és úgy kell lennie, ahogy ő akarja. És Adit szó szerint kiszolgálta, hiszen, mint ahogy mondtad, ugye, akkor már egy beteg Adi, hiszen ugye alig pár év van hátra, ezt Adi a levelekben is megírta, hogy beteg, viszont ezért cserébe a legszebb verseket kapja Csinszka. És hallgassuk meg szerintem a legszebb verset, amit Adi, a legszebb szerelmes verset, amit Adi írt, egy 16-17 éves lánynak a szájából. Mit jelent neki egy olyan vers, amit egy hozzákorú
hölgynek írnak. Adi Endre, őrizem a szemed. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vadkit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtam veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, s őrizem a szemedet. Azért ebben a versben nyoma sincs a szenvedélynek, a vágynak, annak a látnak. Ez már egy más, ez már nem a Léda és aranyféle versek, tehát hanem ezek a Csinszka féle versek. Béke, megnyugvás, tehát ezt várta ettől a házasságtól, és ezt is kapta. És akkor jöjjön egy másik vers. Nézd, drágám, kincseimre. Lázáros, szomorú nincseimre, s nézz egy hű, igaz élet sorsára, s őszülő tincseimre. Nem mentem erre-arra, búsan büszke voltam a magyarra, s ezért is, haj, sokszor kerültem sok hajra, jajra, bajra. Jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben, ahogy én gyermekül elgondoltam. S nézz, lázban, vérben, sebben. Te nem jöttél volna, ma már tán panaszló szám se szólna, s gúnyolói hívő életeknek raknak a koporsóba. Nézz, drágám, rám szeretve, téged találtalak menekedve, s ha van kedv, ez aljas világban, te vagy a szívem kedve. Nézd, drágám, kincseimre, lázáros, szomorú nincseimre, s legyenek neked sötétek, ifjak, őszülő tincseim. Hazug a csókod és az ajkad, szokásból jársz felé. Nincs te benned vágy, és bennem nem maradt remény, de megmaradt a szenvedés. Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én, mégis elhagytál egy szép nap könnyedén. Eldobtál, mint egy szárnyú fát, amelynek nincsen lángja már. Úgy fáj, csak miatt a csillog szememen a könyv. Ezt a nagy szerelmet mégis köszönöm, azt, hogy jó is voltál, gyöngéd voltál, rossz is én hozzám. Úgy fáj, mégis úgy fáj, oly hiába oltom el a lámpát este felé, nem sötét az én szobám sosem. Két szemednek izzó fénye ragyog felé, ezt nem feledem
sosem feledem, mert a nagy szerelmek nem gyógyíthatók. Jöjj, hazudj valami elfogadhatót, mondd, hogy fennjártál a csillagokban, azt is elhiszem. Csak jöjj szívem. És ugye ezek a hölgyek megmaradtak nekünk az utókornak, 100 év elteltével is, és még majd 100 év elteltével is megmaradnak, de egyiknek az élete sem zárul le igazával Adi halálával, vagy azért, mert Adival szakítanak. Ugye Lédáról tudjuk, hogy jóval később vettek itt villát Gödöllőn, 1923-ban vették, és 24-ben költöztek ide. Igen, és akkor most itt mondjuk el, mert nagyon sokszor és nagyon sok helyen jelent meg több tévhit is. Például az, hogy Adi járt Gödöllőn, de hát... Nem járt sajnos, nem járt, nem hiszen, járt. Igen, tehát nagyon sokszor olvashatják Adi, azt, hogy... Léda villa van, de Adi nem igen. járt itt. Tehát igazából az, hogy nekünk van egy Adi sétányunk, ez Lédának köszönhető, tehát inkább igen. Léda sétánynak kéne, hogy igen. hívjuk. Igen. Hogy vissza kéne keresztelni inkább Erzsébet királyné sétányra, úgyhogy annak nagyobb joga van, mint Adi sétánynak, mert valójában nagyon sokszor olvastuk, hogy Adi többször meglátogatta Lédáikat itt. Nem, tehát nem. soha nem járt Gödöllőn. De Léda igazából nem nagyon szeretett itt élni, én úgy tudom. Hát igen, amikor Berlinből jönnek ide végül, és Párizs után Berlinben kap munkát Diósi Ödön, és Berlinből telepednek vissza Magyarországra, és Gödöllőn vesz a kastély mellett egy 10 szobás kis villát Diósi Ödön Lédának, ami most is megvan, most 8 család lakik benne. A Hajnóci és a Batsányi utca sarkán van ez a Léda villa, és hát Bölönyéknek, mielőtt ide költöznének, Bölönyéknek írja a levélben Csinszka, hogy Dodó egy homoksivatagba akar engem eldugni Gödöllőn, nyomorúságos... Léda írja, nem Csinszka. Léda írja, hogy Dodó egy homoksivatagba akarja, hogy Gödöllőn valami viskóban eldugni. Úgyhogy ez a kis 10 szobás villa volt az a viskó, és hát kénytelen belenyugodni. Nyilván ő jobban szerette volna, hogyha mondjuk Dodó ezt a Rivierán veszi ezt a kis viskót, akkor ez méltóbb folytatása lett volna az ő életének, de hát csak Gödöllő adatott meg, és hát ha már ez van, akkor igyekezett nagyon szépen berendezni, nagyon gazdag volt a berendezése, szerette a virágokat, dézsás leanderek voltak az udvaron, és hát igazából az embereket nem nagyon szerette, állatokkal vette körül magát, galambjai voltak, német juhászkutyákat tenyésztett, tehát egy csomó kutyája volt, és a kutyák azok nagyon fontos szerepet játszottak az életében. Tavasztól őszig laktak itt a Gödöllői házban, nyáron, illetve télen Pesten az Andrássy úton, majd a Bajza utcában volt lakásuk, télen ott tartózkodtak, volt autójuk, és volt úgy, hogy télen csak azért jött ki Gödöllőre, hogy megnézze, hogy a személyzet jól bánik-e a kutyákkal, megfelelően étkeztetik-e őket, és így tovább. És ha meghalt egy kedvenc kutyája, akkor az perzsaszőnyegbe csavarva temette el. És tudjuk azt is, hogy képeken rajta van, hogy kopjafák vannak igen. a kertben. Azt 1933-ban, amikor a Jambori volt, erdélyi cserkészektől vásárolták meg, és ezek kutyatetemek sír emlékei lettek, ezek a kopjafák. És bocsánat, ha más sír, ugye az is egy másik tévhit, hogy a Brühl család egy része, a testvérei itt vannak eltemetve a Gödöllői zsidó temetőben. Ez sem igaz. Tehát ezt is nagyon sok helyen olvashatják. Nem, tehát... Vannak itt brüllők, de ezek a brüllők nem azok a brüllők.
Tehát Brüll Adél szülei Nagyváradon vannak eltemetve, ő pedig a Kerepesi úti temetőben, illetve most Fiumei úti igen. temetőben, Adi sírja közelében. Igen, és még egy érdekesség, amit olvastam, hogy a temetésre elment maga Csinszka is, és letett egy orchidea csokrot. Igen, tehát Csinszka mindig azt nyilatkozta, hogy ő nagyon becsülte Lédát, és nagyon csodálta ezt a szerelmet, ami Adi és Léda között volt, és ő nagyon becsülte ezt az asszonyt. Szeretett volna találkozni, de Léda nem akarta. Tehát soha nem találkoztak személyesen, és a temetésére elment, és ezt az orchidea csokrot vitte, viszont Diósi ödönfélre hátradobatta ezt a csokrot, tehát ő nem örült ennek, hogy nagyon nagy fájdalmat okozott Lédának, hogy megnősült Adi, igen. és más nőt vett el, nem az ő feleségét. Tehát szóval nem szerette Csinszkát, és nem engedte a koporsó közelébe. Akkor jön ugye az a hölgy, aki a Léda Csinszka időszak között volt, már ugye mondtuk Bő Marankát, aki később Karintinak lesz a felesége, Karinti Frigyesnek. Hát az ő élete sem volt azért egy egyszerű, Karintié sem, tehát Bő Maranka mindent felforgatott, azt hiszem Karinti életében is. Igen, igen. Tehát ugye a Bő Maranka nagyon erős, erotikus, kisugárzású nő volt, és ezt használta is, tehát ezzel a fegyverrel élt is. De hát abban az időben a nőknek elég nehéz volt a szerepe, tehát nem önállóak voltak, nem tudták magukat eltartani, tehát egy férfi volt a sorsuk. És szegény Karintinak én igazán sajnálom, mi energiájába került kielégíteni az igényeit egy ilyen hölgynek. Anyagilag. Anyagilag, így értem. Tehát naponta kellett írni a tárcákat, és sok alkalmi dolgot is írt azért, hogy fent tudja tartani ugye a nagyházat. És az Arankában állandó félelem volt, hogy ha már ő nem lesz vonzó nő, akkor nem lesz érdekes a férje számára. És volt is időszak, amikor Karintinak volt szeretője mellette. Bőmarankának is volt egy pár. Bőmarankának is volt egy pár, tehát bosszúból például Bőmaranka akkor kezdett ki a Déri Tiborral. És Déri Tibor az Ítélet nincs című önéletrajzi művében írja meg ezt, hogy teljesen váratlanul érte, hogy kikezdett vele a Bő Maranka, és félt is egy kicsit Karintitól, de hízelgett is neki, hogy Karinti felesége őt méltónak tartja erre a szerepre, de a legintimebb pillanatok után sem tudja, hogy volt-e valaha az övé. Tehát, hogy a lelkét nem adta oda. És aztán az ugye Karinti halála után Bő Maranka egy időre elmegy Amerikába, majd visszajön a II. Világháborúban. És sajnos Auschwitzban végzi, tehát zsidó származása miatt Auschwitzba vitték, és ott hal meg. Igen. És akkor jöjjön Csinszka egy... Csinszka Adi halála után, csak ennyit írt, Adi csoda volt. Megszállott, gyönyörű ember példány. Élő, elmúló, közöttünk járó csoda. Olyan szép, hogy aki megértette ezt a nagy szépséget, és kiverekedte a jogot őrizni ezt a testet. Szépen búcsúzik azt nem Csinszka Aditól, de ugye nagyon sokan itt is azt hiszik, hogy Csinszkának az élete Adival vége van. Pedig ez nem igaz. Hát nincs, hát még fiatal nő, 21 éves, amikor meghal Adi. És akkor utána, hát nem akar a nagy özvegy szerepében tetszelegni, kikezd Babiccsal, tehát kiszemeli magának Babics Mihályt, Adi halála után Babics Mihály az, aki a nemzet nagy költője, a nyugat szerkesztője, tehát Babi, és nőtlen Babics, tehát igazán alkalmas lenne arra, hogy egy következő nagy költő özvegye lehessen valaha. Tehát, azért Babicsnál is tudjuk, miért volt nőtlen.
Babits fél ettől a kapcsolattól, tehát tulajdonképpen visszautasítja Csinszkát. Csinszka majdnem egy évig ostromolja a leveleivel, verseket visz fel hozzá véleményeztetni, de Babits fél egyrészt attól, hogy össze fogja hasonlítani Adival. Adi a nagy kan, ugye tudjuk, hogy a verseiben is olvastad, hogy szerelemben szebb voltam, mint amilyet Isten elképzelhet, és ráadásul Adi egyik versében megátkozta azt, aki a helyembe lép, legyen átkozott, aki a helyembe lép, tehát féltettől az átoktól is Babits. Ezen kívül ugye állítólag homoerotikus vonzalmai voltak Babitsnak, ezeket nem is élte ki, de ugye közismert, hogy egy időben Szabó Lőrinc nála lakott. Szabó Lőrinc fiatal költő volt, aki feljött Debrecenből. Babitsnak nagy lakása volt, és közös volt az érdeklődésük, és ott lakott Szabó Lőrinc, és már annyit pletykáltak arról, hogy miért lakik ott ez a fiatalember, meg hogy milyen kapcsolat lehet közöttük, hogy végül is Szabó Lőrinc el akarta venni feleségül Tanner Ilonkát, akit aztán egy éjszaka mégis megbeszélték Szabó Lőrinccel, hogy Babits azt mondta, hogy ő venné el feleségül. Annyira félt Csinszkától, hogy inkább Tanner Ilonkához menekült biztos. Igen, és akkor Tanner Ilonkának mindegy volt, hogy most Szabó Lőrinc vagy Adi, vagy Babits. Vagy Babits, mert végül is egyiket sem szerette igazából. És igazából Babitsnak és Szabó Lőrincnek is mindegy volt, hogy most elviszik ezek el. Ezek szerint. Jó. De végül is... De ettől függetlenül tartott ez a kapcsolat. Csinszka megtalálja azt a szemét, aki aztán végül is elveszi őt. Márfi Ödön festőművész felesége lesz. És modellje. És modellje, igen, több festményt fest róla, de hát igazából ez sem volt egy boldog házasság, amit abból gondolhatunk, hogy több kapcsolata is volt Csinszkának emellett. Plátóiak is, meg nem plátóiak is. Például teljes meglepetésére ostromolta Bárci Istvánnak hívják, ha jól emlékszem. Budapest főpolgármestere volt, és sokkal idősebb, mint Csinszka. Szerintem apa hiánya volt Csinszkának. Tehát amiatt szeretett mindig sokkal idősebb férfiakba bele. Tehát, képzeld el 100 év múlva, miket fogunk olvasni. Már most is, de 100 év múlva. Tehát ez sem volt egy boldog, és Csinszka nagyon, nagyon korán meghal. 40 éves, amikor meghalt Csinszka. Igen. Ennyi volt Adi és szerelmei, és nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttek ilyen szép számmal. Akiknek nem jutott sütemény, azokat a következő kávéházi estén dupla süteményt fognak kapni, ígérem, csak jelezzék, hogy kik voltak azok. Egy-két ember tudom, hogy nem jutott nekik sütemény. Legközelebb december elején fogunk találkozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Gálné Merva Máriának. Köszönöm szépen Tóth Emesének. És természetesen nagyon szépen köszönöm ismét Buka Enikőnek és Fodor Lászlónak. Akik most is még egy dallal fognak elköszönni tőlünk. Köntösöd éget, haj, élet, haj, te, aki ismersz, rázol is. Kacagj most egyszer egy nagyot, nekem jósulna csúnya véget. Nyargaláztunk.
lett haj, kinek a köntösöd éget, haj, élet, haj, ki szereted vak hívedet, kacag most egyszer egy nagyot, nekem kívánnak csúnya véget, csúnya véget. Természetesen ez egy Adi vers volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttünk. Köszönjük szépen. Gyere, Mária.